egy nagyon-nagyon kis faluba születtem Gerjenben, itt a közelben, a Dunaparton. Az egész gyerekkoromat meghatározta a Dunapart és a szabadság. Majd az iskoláimat, általános iskolámat ott befejezve Dombóváron érettségiztem az Apáczaiban. Ezután elkezdtem dolgozni, majd körülbelül 30 éves korom után gondoltam, hogy egy váltásra van szükség az életemben, és ekkor jelentkeztem a Bajai Eötvös József Főiskolá művelődés szakára, és a főiskola befejezése után először a Mözsi Művelődési Házban kezdtem el dolgozni művelődés szervezőként, majd Bogyiszlón dolgoztam egy pár évet, ezt követően Szekszárdon a Művelődési Intézet Tolnavár megyei igazgatóságának voltam közművelődési referense, és idén április óta vezetem a kulturális intézményt itt a városban. Annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy nagyon sok embert megismertem, viszonylag ismerem a városnak a történelmét, de nyilvánvalóan nem ismerhetem meg olyan szinten, mint aki itt gyökerezett, aki itt nőtt föl, és ezért van ez a mondás szerintem nagyon sok helyen az országban együtt ment, és én ezt büszkén vállalom. Mert annak ellenére, hogy együtt mentnek, apostrofálnak engem, én azért már a 32 év alatt úgy gondolom, hogy tolnaivá váltam. És ennek szellemében próbálok élni, mint tolnai, a tolnai közösségeket segíteni, tolnai közéletbe szerepelni, ha éppen arról van szó. Én Mözsön kezdtem el dolgozni a művelődési házban. Ez egy elég furcsa helyzet volt akkor, mert ugye a mözsi település rész az egy sváb település rész. Nagyon-nagyon több nemzetiség él, de kimagaslóak a mözsi sváb hagyományok és a mözsi sváb kultúra. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kedves emberek, így utólag már bevallhatom, hogy nekem 2 éven került az, hogy engem ott befogadtak. De ez a befogadás annyira jól sikerült, hogy ez a mai nap is egy élő kapcsolat van közöttünk nagyon-nagyon sok mözsi emberrel. Volt egy városi rendezvény, akkor még úgy hívták, hogy Telena Fesztivál, és teli hibával, csetlés, botlással, nekem, mint külső szemlélőnek is feltűntek a hibák, és úgy gondoltam, hogy ezt biztosan lehet jobban tenni, és hát ennek az a módja, hogy akkor egy picit vissza kell ülni az iskolapadba, és akkor visszaültem az iskolapadba, a főiskolára, és akkor megtanultam ennek a csinyát-bínyát, hogy lehet jól csinálni. Hogy lehet jól? Gyakorlatilag nagyon nagy nyitottság szükséges hozzá, rengeteg empátia, nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni emberekkel, ismerni kell a helyet és a környezetet ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. És hát nagyon sok türelem, nagyon sok kitartás, így minden így együtt. Kapcsolatban élek, 32 éve, párom már nyugdíjas, van egy közös gyermekünk, 26 éves, leány Eszter, ő a Szekszárdra járt az I.S. Gyula főiskolára, és most jelen pillanatban éppen múlt hét óta ott dolgozik a rektori hivatalban. Visszatért legutolsó tanulmányai helyszínére, mint dolgozó. Én úgy gondolom, hogy egy 12.000 fős, közel 12.000 fős településnek is nagyon nagy szüksége van pezsgő kulturális életre, és az infrastruktúra fejlesztések mellett ugyanolyan súlya kellene lenni a kulturális közösségi életnek, ahhoz, hogy itt az emberek a településen jól érezzék magukat, és én e szerint szeretném tenni a dolgomat.
Jó pár új programot vezettünk be az idei évben. Ez tekinthető egy kísérleti évnek is. Megnéztük azt, hogy a közönség mennyire vevő ezekre az új programokra. Illetve a nyár folyamán készítettünk egy kérdőívet, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy mivel is töltik a tolnai lakosok szabadidejüket. Megtörtént a kérdőíveknek a kiértékelése. Ez is nekünk ad egy támpontot arra vonatkozóan, hogy milyen típusú programokat szeretnének, inkább a szórakoztató jellegű programokat, hogy hol szeretnék, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Ez is kijött, hogy amikor megjön a jó idő, akkor szabadtéri rendezvényeket szeretnének, és hál' Istennek nagyon szép szabadtéri közösségi tereink vannak, gondolok itt a Hősök terére, illetve az Altaripa szabadidőparkra. Úgyhogy amint megjön a jó idő, megyünk egy-egy programra, kijön a partra, illetve a Hősök terére.